beszélni van, előreláthatóan 10 percet késik. A késésért szíves megértéseket kérjük. Késik. Lehet, hogy nem is jön. Nem jön, mert nem viszel magaddal. Nem tudlak magammal vinni. Fent a béke kis feleséged otthon vár? Nem vár senki. Egy haveromhoz kell menni, akinek véletlenül 2 van. El fogok késni. Mit? Hol a vesző? Itt a vesző. Elment az eszem. Ki jön? Nincs olyan szerencsém, hogy ne jöjjön. Egyébként nekem is dolgom, ma én is ki leszek kapcsolva. Dolgod? Neked? Igen. Hagyjál már. Ki kellett volna mennem Bécsbe azért a rohadt alkatrészét. Taxi, maszek, taxi. Hogy autót bérel. Mi? Bécsbe. De nem mentem Bécsbe. De nem mentem Bécsbe. Annika, maradjál. Kérlek szépen. Mit csinál? Megbocs! Segítség! De mit csinál? Segítség! Erre szemben segítség! Fogja be a száját! Ilyen bármely! Fogja be, nem hallja! Segítség! Segítség! Hol van? Segítség! Pervers! Adja ide! Szarvos! Segítség! Elloptad! Láttam! Megmentse már, hé! Hallották! Mit csinál? Meg akart ütni! Hol van? Nincs nálam! Ja, azt mondja, nincs nálam! Miért? Mit mondan? Ez egy rohadt tolvaj! De mi maga, rendőr? Igaza van, rendőr! Tényleg rendőr? Nem, hívjanak már rendőrt! Rendőr! Hívjunk rendőrt! Pervers! Fogdos! Fel fogom jelenteni, be fogom perelni! Akkor pláne várja meg a rendőrt! Nem érek rá, megy a vonatom! Várjuk meg a rendőröket, nem olyan! Az biztos, hogy ez a maga pénzt elszállja? Jaj, nézzék! Itt a kisfiú a fényképe. Anya, ne, tedd el! Kisfiú, jaj, drágám, hát 6 hónapos korodban. Igen, jaj, és milyen nagy fényképe. Ez mind az enyém! Hogy nézze meg a kettőjének, jó? Hol a francba van ilyenkor egy rohadt rendőr, komolyan? Engedje, hol megy? Hallottam már! Álljanak hát, hogy milyen bűzavar! Papírokat! Kérni a papírokat magától is! Persze, bocsánat, uram! Valaki mondja el, hogy mi történt! Kérem, hogy ez a nő, figyelj, ez a nő ellopta a pénztárcámat a 9-es vágány mellett. Most jöttünk föl Pestre vásárolni a fiam lakásába. Kérem, most vette egy lakást, eddig velünk lakott, de most vette egyet, hát hitelre, de vel. Hol vették? Nagy a konyha? Szép, na! Mekkora kár! Hagyjad, intézem én! Kár nincs, mert a fiam utána szaladt is elfogta. Elfogni? Mi szoktunk azt? Az a rendőrség dolga. Állnak már hátra, bárj szomonyan már! Ez megállhat akár személyi szabadság korlátozásának is. De nem megütöttek! Akkor is a rendőrség dolga. Ne higgyen már el neki! Higgyen meg az a dolga, hogy mindenki azt kiabált, hogy kirabolták őket. Hát mit tehetek én erről? Nem loptam meg senkit. Na és a pénztárcám? Hát elestem. Föltápászkodtam is, lehet, hogy... Valahogy megfogtam. Persze, és a kártyát. Azok itt voltak. Hát mind itt voltak. Az a vörös gyerek az dobta ide. Nem is, nem igaz. Nyugodjék meg! Nem igaz. Nézze meg a ruhámat, gyűlöm. Visszaadom a papírokat. Nem akartak ölni. Magáét nem. Hölgyet, ne kísérem az irodába! Hagyjad, intézem. Gyere már innen. Én nem vagyok rá. Ott vagyok benne. Ott veszek be. És mi? Maguk utaznak, nem? Igen, uram, de tőlünk lopott, ugyebár. Káreset nem történt. Lopás kísérletét tudom megállapítani. A helyszínen látottak alapján itt több rendeli, ismeretlen elkövetők terhére elkövetett lopás valószínűsíthető. De uram, de nézze, uram, tetten értük. Ha gondolják, jöjjenek velem. 3 óra alatt végzünk is. Ezt nem hiszem el. De uram, nézze, mi az, hogy ismeret? Ez nem igaz, komolyan mondom, hogy ebben a rohadt országban semmi nem működik, mama. Ez komolyan mondom, a francba már. Na most már biztos, hogy el fogsz késni. Mi? Elment a vonatod. Ott megy. Baszd meg! Jó, csak hogy mondtam! Hát menjél már! Pityú, ugye nálam alszol ma! Thank you.
500 forint legyen nálad. Ez nem vizitdi, doktorka? Nem vagyok még doktor. Vagyok még doktor. De tanulóknak se kedvezményes. Koreaival jöttem. Mivel? Ja, a koraival, Editke! Na is. Bejöttök a minisztériumba, Editke. Jönni kellett. Meg aztán a gémeskút is állott. Nem kaptam még az SMS-et? Nem. Á, Istenem! Az egyik mocsadék kilopta a mobilomat a ridikülömből. Mi van ebben az országban? Szar. Amíg takarítottam a kórházba, addig loptak, de betegtől. Ez más. Az én ridikülemet most mondjam már meg, hogy hogy túrják fel. Hát itt van egész nap a hónom alatt, még fuvarba is. Nem kötöm le a huncsaftot, mi van? Dehogy is te megy itt, dehogy ne. Kiégtem volna. Ha akarja, most rögtön, Edith. Hello, hello, pillanat. Előjegyzésbe sincs ma. Na de hát áll a gémes kút. Nézze már meg. Nincs rendelés. Mi vagyok én? Ügyeletes? Jöjjön holnap. Ezzel a gémmel sürgősség, értse már meg, Editke. Na jó, de a pénz is az lesz. 20. 20? Hát 5000-et hoztam magammal. Az a tarifa, nem? Na jó, kis kerekítéssel 10. Hova kerekít, Editke? 6. 7. Jó, jó, de 3-an. Mi? Megbeszéltük, hogy legközelebb 3-an. Én velem ugyan nem beszéltük. Kivel 3-an? A Regcsével, a Szöszivel, az Aranycsatossal. Ne csináljon úgy, mintha nem csinálta volna még 3-an. Ha 7000, én nem. Most elküld el engem, Editke. Minden hónapban jövök. Van még ilyen szorgalmas mindig. Mondja, van még ilyen... Erre mit mondjak? Van. Nehogy már azt így, hogy rá vagyok szorulva. Na jó, kap 10-et kézbe, 10-et pedig virtuálisan. Ma... Hagyjon már engem a hülyeségeivel. Kézbe 15, se több, se kevesebb. Jó, jó, de a Regcsivel. Azzal, vele, azzal. Na, adja ide telefonját. Tessék, tessék. Tempóba. Igen, tessék. Halló? Regina, Edith vagyok. Editke, Editke. Figyelj, lenne itt egy kuncsaft. 3-at kíván a születésnapjára. Engem meg téged. Nem, nem az én számom. Most képzeld, egyik mocsadék kilopta a mobilomat a ridikülőből. Ezért kell őket megkötözni. Na, Gáspár, ne izéljen már! Jó, 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 jó. Igen. Igen, 3-an? Na mennyiért? Van rá neki 12. Mi? Tudom, de születésnapja van. Jó, jó, jó. Én is mondtam, de téged nézett ki. Hát olyan, hogy is mondjam, de tiszta. Aj, nem lesz sok, semmi extra, egy triola, 10 perc. Na jó, 5 perc. Jó, jövök. Gáspár, hagyjon már a francba. Legalább hagyj egyen meg az uzsonnámat. Ja, Istenem. Lidi, a kurva életben mit csinált már megint? Micsoda, nem értem. Lidi, bánaszolókról. Igen. Na, én is onnan vagyok, a kurva életben, ismerjem már meg. Honnan? Dúzsa utca, templomtól jobbra, a gumiskirispeték mellett, na? Ismeri a kiriséget? Ismerjem már meg. A gumiskirispeték mellett lakik a Pali Tomi. Igen? Pali Tomi fia vagyok, a Pali Robi. A Robi. A kis Robika! De mit keresel? De itt... Rendőr vagyok, te ordítson már! Jó van, rendőrnek is lenni kell valakinek. Nem szégyen az. Igen? Meg tolvajnak is, mi? Ez nem volt szép tőled. Tőlem? Hát maga lopott pénztárcákat, és hogy? Miért nem vette ki a pénzt, az dobta a kukába többi? Százszoros visszaeső, nem tudja, hogy rögtön meg kell szabadulni. Mi van? Rögtön meg kell szabadulni tőle. Világos? Megvereti magát, amikor én vagyok szolgálatban. Nem lett volna semmi baj, Robikával, nem jön, nem az a vadbarom. Jó van, na. Nálad vannak a tárcák. Csinálj velük, amit akarsz, de a kártyákat elteszed. Gyűjti a kis unokám. Lidi, a kurva életben magának nincs unokája. De még lehet.
Na ide figyeljem. Most az egyszer elengedem. Ha még egyszer meglátom, akkor beviszem. Kitörne a nyakad, ha elfordítanád a fehér? Ha nem figyelnél oda, hogy a szegény kis nyugdíjas se halljon éhet? Nyugdíjas! A kis nyugdíjas az maradjon otthon! Nézze a tévét, meg szedje a nyugi tablettát! Hess! De mi van, mit akar? Hogy azt mondják a faluba, hogy nem miattam került megint a kaptárba? De nagy mocsok lettél te. Ne takarodjon. De nagy mocsok lettél te. Editke! Na... Editke! Dőljön le, jó? Na, csak egy kicsit. Gáspár, kicsit nem tudok. Én vagy ledőlök, vagy nem. Dőljön már le kicsit, amíg a kolléganője jön. Maga ott, hogy hárman akar. Editke, dőljön le, nyugod. Na, jó. Gáspár, jó. Editke. Jaj, Isten. Mit csinált? Ennyi volt a gém. Ezettől még 15 haja nem ver át. Hát ilyet, ezt az asszony is megcsinálja, ezért kár volt Pestre jönnie. Jaj, ne játssza meg magát, hallja azt maga jól, hogy a triolát ki kell fizetni. Hé, Gáspár, mi van? Gáspár, ne csinálja meg ezt vele. Úristen, csak nem. Kis, figyük a kisfiak. Kiveszed a hűtőből és beteszed a mikróba. Hé, Regina! Mi van már? Bírjatok már kicsit, vagy intézzétek el kettőt. Elintézted egyedül, passzat anyukám. Nem tudok, drágaság. Regina! Mi van már? Gyere már, felinfarktus kapott vagy mi? Na, pá! Rekcsi, ne menj már el! Mit csinál? Hova vagy? Nyugi, majd én elintézem. Jó, de mi van? Nyugi. Az előbb nekem kellett, hogy dolgom legyen, most legyen neked, jó? Jó kolléga, bent találkozunk, ne? Jó kolléga? Jó. Kolléga. Mi van? Nem tudom, de nem én voltam. Hé, Muszkos! Gyere ide! Mi van? Infarktus kapott a polgármester. Mi? De ott vagy egy halotta? Nem halott, hát nem van. Hát itt totyogott nekem, mint valami tökös galamb. Triolát akart, ezért hívtam ide. Igen, hát... extra tekerés, nem is szóltam, ennyi? 15. Nekem 12-t mondtál? Azért mondtam 12-t. Kurva életbe, Jánosz! Most vagyok, kurva életbe! Saját zsebre, mi? Az is megbaszhatja, hogy itt saját zsebre baszik. És a védelem? Kisegyítottam a bukszát, elment ez így menten átó helyébe. Nekem meg azért mondtam 12-t, mert 2-ben még tartod a zsülinekcsike. Igen, arról se tudok, mi? Arról se tudok. Most legyen már, most legyen! Mi van itt, Kubleráj? Oké, és húzzunk el innen, nem akarok hullát látni. Nem halt meg! Na, mindenki ott marad, ahol van. Ott lesz, ahol volt. Azt a hullát itt megtalálják, itt vesznek elő. Téged, a tökös már nem, de engem igen. De nem halt meg. Mondom, hogy pulzusa van. Jó, azonnal verjetek bele életet. Ja. Mesterséges légzés? Én nem csókolok, és nem nyelem le. Aha. A pénz se, ja. És nem csókolok. Rám nem az én kuncsaftam. De mind a hármunk hullája lesz. Ide figyelj, bevarlak oda, honnan még senki nem jött ki. Na, azonnal csinálja valaki valamit. Jaj, szívmasszázs! Láttam egyszer a kórházba. Na, mi van már? Nyomja már! Hát nyomja már! Hát nyomom már! Hé, üssen meg! Én? Nem, anyám, üssen már meg! Két kézzel! De ne a fejét, a mellkasát! Jézus Isten! Na! Hány óra? Hány óra van? Hány óra?
Fél tíz. Fél tíz. Fél tíz. Volt egy kis infarktus a Gáspár, de rendbe fog jönni. Hú, ez nagyon nem jó. Fel tud állni, hívjunk orvos? De hülye vagy? Ne, nekem a minisztériumban. Ez így nagyon nem jó. A pulzusa nem jó. Én nem vagyok orvos, de ez így nem jó. Hé, fel tud állni? Menjen orvoshoz, menjen egy nagyon-nagyon távoli orvoshoz. Volt egy infarktusom, de azt eltitkoltuk a választás miatt. Valami akartam. Orvosnak oda akart menni. Hagyja már arra! Nem akart menni már. Jön kézbe, 15-tel hallja, holnapig élni kell. Holnap ide adja, aztán utána fakultatív. De addig élni kell. De akkor a fele, és csak a csarnokig viszem. A fele, na. Hát hárman, persze ezt akartam. Hárman, egyszer így az ember. Mi van? Nem. Mi van már? Nem bírom, nehéz, mint a dög. Hagyjatok, kisványok. Nem mehetek. Ha nem segít, itt fog megrohadni. Hé! Visszamegyek a csarnokba. A másik oldalon szálljatok el. Aztán tűnjetek el. Ne hagyjál a szarba, nem azért felezünk. Jó, esemény vagy telefonon hívjál. Telefonon hívjál. Jön az utolsó vonat. Megvettem rá a jegyet, féges-ég itt vanni. Na, gyertek, masszírozzatok egy kicsit. Masszírozzatok, jó? Tégy fél, csík. Nekem mennem kell. Ja, nagyon elfáradta. Nini, megjöttek a fecskék. Elment már a fecske, fészk, akarsz rá. Ebből se gazdagszunk meg. Orvos nélkül tuti nem éri meg a reggel. Gyere már! Bocsánat, Rózsika! Rohadt köré! Ma beeresztették őket! Állj, világnapjuk van, vagy mi a franc? Szóltak a rendészek, hogy vigyázzunk, mert szétlophatják az egész pályaudvart. Igen. Milán! Kurványukat! Dugd fel a durva kürtödet, paraszt! Tessék hallani, hogy beszél velem, ez a most megzabáló! És meg nekem mondja a főnököm, hogy ne legyek ezekkel agresszív, mi? Egészséget. Kurványukat! Jó. Rohadna meg mindegyik. Rohadjatok meg mind! De akkor Milán! Rohadjatok meg! Te rohadj meg, te geci! Pepe! Rózsika, kisvirág! Mi van? Nem maradt valami rövid felese lejárt, vagy repettes, legyen már jó karitatív. Jó van. Jöjjön, de előbb húzza be azt a kocsit! Hát nekem a nyakamat már régen műtetni kéne. Én azzal húzni nem tudom. Akkor tolja be! A tolás meg az orvos már nekem régen megtiltott. Jó van. Nem. Mit csinál? Hát ne, hova fut? Hova rohan? Hát várjon már, hát majd a spanom a Feri. Hát ébredj már, na, ébredj már, egyje. Ne csinálják! Nem én vagyok, csak találtam. Feri! Hiszen bizony az utcán, én ne várom. Hoppám be! Te vagy az testvérem. Anyád a testvérem. Eres, told el azt a kocsit, az üveget, meg hozd ide nekem. Megyek már. Maga inkább ne segítsen. Nem apa. Kora reggel húzott belém az idegfeszkót. Ezerszer megmondtam, hogy nem apa. Igen, apa. Hagyja már, tudja, hogy bolond. Az lesz a szép, amit te is beleugasz. Na nézd már.
Csak most kellett volna felkelnem. Na, fiúkák, mindenki álljon föl. Két napja fürdés, érvényes személyigazolvány, saját fésű zakót, nyakkendőt hoztam. Itt van ez a dezodor, ezzel kell elfogni, nem sokat, de nem is keveset. Vannak nálam papírok, ezzel beugrunk a bankba. Nem okoskodik, nem beszél, bólogat. Kétszer azt mondja, hogy igen, és aláír. 5000. És ez a telefon... A picsába! Add ide! El akartam. Máskor is eljövök. Na, ki akar keresni, na? Ki akar keresni? Na, magát megverték, nem jó? Maga túl fiatal. Nekem van érettségim. Túl intelligens. Na, de maga? Mérnöknek készültem. Na? Ilyen fog, akkor ne szóljon hozzá közvetlenül, ne nézzen rám közvetlenül. Na, érvényes? Jó. Jó. De hát mit tetszik tőlem óhajtani, ember, akarni? Ember, vegye föl ezt, kösse föl azt, fújja rá ezt, gyerünk. Nem mi? Hát mi? Hát nem mindegy. Az 5000, meg a telefon, nem? Na jó, gyere, menjünk. Hagyjuk a fenébe. Nem, ez nem jön össze. Ne várjon már! Nem. Hát várjon, várjál. Meg hamar vannak, add ide. Na de akkor igyekezzem már. Jól van. Tempó. Segítsetek. Fújja rá. Ugye, majd én a férjemnek is mindig én csináltam. Ja, volt is neked férjem. Hát, mindjárt, mindjárt. Jó, mindjárt, pillanat, pillanat. Mert megyek már, pillanat. Jézus, jöjjön mögöttem. Örmester, vezérhez. Hát nem engem. Mi? Miért nem engem? Mi? Miért? Azért, mert Sánta. De az én fogaim azok megvannak mind. Mind megvan az összes hamupipőke! Hát mind megvan, amelyik megvan. Az aluljáról a zsíros kenyereknek teját osztana! Akkor menjünk, mert nem jut, hallod? De a nyugdíjasok mindent felzabálnak. Gyere már! Gyere már Dezsőbe! Hol van apa? Na, menjél kislányom majd hozzá neki. Jó! Te nem jössz. Én majd, ha kávét meg tortát adnak. Azt mondjam, elnézést, lenne egy perce? Interjút szeretnénk készíteni a televízió számára a Hajléktalanok Világnapja alkalmából. Adjon engem békén. Nézze, ma önöket ünneplik. A tényfeltárás nagyon fontos, tudja. Mi csak szeretnénk megmutatni az embereknek, hogy a hajléktalanok nem feltétlenül hányják össze a parkokat, túrják szét a kukákat és fetrengenek részegen a kapualjakban, hanem... Van egy cigarettája? Cigi? Persze. Úgyis le akarok szokni. Szóval valami keveset fizetni is tudnánk. Na jó, persze nem annyit, mint hogyha bejönne a stúdióba, de arra világon nincs is semmi szükség. Itt a terepen, itt sokkal életszerűbb. Most mit? Most meséljem el az életemet? Jani! Hogy intézetbe dugott az anyám, uh-huh. Hogy naponta megerőszakolt a nevelő apám, hogy fél évig feküdtem a pszichiátriát, hogy hozzámentem az első férfihoz, akit a kocsmában megismertem. De... Hogy szültem három gyereket, de elvették őket, mert ittunk mind a ketten. Úristen, ez szuper. A második férjem össze-vissza vert, de meg is ütötte a guta. És én örököltem tőle egy szobakonyhát, amiből kirakott a harmadik férjem. Megélje neked? Igen, én pont erre gondoltam, csak nem tudom, néhány izgalmas kis részlettel, hogyha lehet. De minek ezt már nem tudják visszacsinálni. Igen. Mi ez? Jó, vegyük fel, jó lesz vágóképnek. Jó? Jó nálad! Mit van? Szabad meg! Adjad már! Na! Bocsásson meg, kérem, hogy én is molesztálom. A feleségem leküldött ezzel a csomaggal. Láttuk a televízióban, hogy mindenki segíteni akar magukon, és azt mondta, hogy ő is. Mi nyugdíjas pedagógusok vagyunk, ezek meleg téli holmik, harisnyák, jégeralsók, stb. Jó van, tegye csak le. De csak ha nem sajnálja, hogy egy hét múlva a kukába lesz az egész. Miért kérem? Mert elromlott a mosógép azért.
Hát akkor nem hagyom itt a feleségem, elhasználja portörlőronynak. Mi van, ne nézzél, tévézzél! Vigyázzák! Ah! Hülyék ezek a tévések. Hát tapának hoztam, ez ne nyúljon senki! Adjad már, kell is az neki! Nem jön az vissza, amíg az 5000-et el nem itta. Az édesapjával együtt került az utcára. Még hogy az apja, a vándam ennek? Ugyan? Hallod? Hát leszed írt a fejed. Na jó. Hajlandó lenne valaki nyilatkozni nekem a televízió számára? Majd én. Persze, hogy pont egy repülőgép kell nekik, hagyjad már! Repülök ki is, de hol? Elnézést, nára, hogy bocsásson meg, de kiállnak, bocsánat, elnézést. Ezt úgy érti, hogy ön rendszeres drogfogyasztó? Hallja? Úgy értem, te szoktál repülni? De hol? Valahogy beállok, mint a gerej! Befüvezek, mint a rossz birka! Be vagyok nyomva, mint a rajszög! Hé, engem vegyél! Jani. Nem engem vesz, engem vegyél! Rákarcolok az alfa szintre! Beszakítok, mint hülyegyenek a füzetbe! Be vagyok tépe, mint a vaddisznó! Hé, testvéreim! Flesem van! Gyorsulok, mint a vadászgép! Happy vagyok! Kiakadok, mint parasztom az golépcsőn! Belegyek, kelk, legfejsztan! Kérlek! Az meg... Úristen! Hé! Tedd már le azt a szót! Nyugi, jó vagy? Hallod? Hát így! Hát ez szép, ezzel boldogok lesznek a tévébe. Mindig ezt szoktam lenyomni, ezt százasom. Na jó, vegyük fel a végesző, meg a felkonfot, aztán menjünk innen a francba. Vegyük fel. Itt jó vagyok neked? Igen, ugye a háttér. Szeriből. Forogsz? Igen. Jó. Itt vagyunk a keleti pályaudvar peronján. Ma a hajléktalanok világnapján a MÁV megnyitotta a pályaudvarokat. Ételt és italt osztanak a segélyszervezetek a rászorulóknak. Este 8 órakor pedig a metró kijáratnál ünnepélyes gyertyagyújtással fejezhetik majd be a budapestiek szolidaritásukat. A rendszerváltás óta, mint azt mindannyian jól tudjuk, jelentős különbségek mutatkoznak a magyar társadalom rétegei között. A nagy gazdasági átalakulás mellékhatásaként megkezdődött a munkaerőpiac átstruktúrálódása, aminek hát gyakorlatilag az lett a következménye, hogy nagyon sokan elvesztették munkájukat és megélhetőségüket. Mi szerettünk volna bemutatni közülük valakit, és megmutatni nézőinknek is megrázó személyes sorsukat, de sajnos nem volt hajlandó senki arcát is vállalva kameránk elé állni. Kis Judit tudósított a keleti pályaudvarról a hajléktalanok világnapján. Vége? Ennyi? De jó volt, vagy... Nem nyüzsgött nagyon a háttér? Alig volt rajtuk fény. Isten, húzzunk ki tanulókat a nyugatiba. Letérdez! Gyerünk! Letérdez! Bocsánatot kérek, halljam! Halljam! Azt hiszem, itt az ideje, hogy egy fantasztikus lehetőségben számoljak be neked. Igen. Nem ügynöki munkaja, hogy beszélsz butaságokat, Máriám. Marian? Megbocsáss meg, Marian, no, hát az a lényeg, hogy ez nem ügynöki munka, ez egy fantasztikus lehetőség. A hálózatépítés a világtörténelem legnagyobb lehetősége. Igen, egy felpörgetett életjáték. Néhány 10 000 forintos befektetés után annyit keresett, mint egy vezérigazgató. Várja, drágám, van egy bejövő hívásom, át kell vennem, de te ne tedd le, mert mindjárt mondok valami nagyon fontosat. Halló? Timea? Ez a vas kislányom? Nem nézheted el soha a lecke. Igen, az életben szenvedni kell. Majd itt a illa. Halló? Marikám? Letetted? Anyád. Halló? Marikám? Egy fontos hívás volt, egy nagy ügyfél, igen. Pillanat, valami nagyon gusztustalan dolog történt. Elnézést, igen, hogy visszentettem. Igen, elnézést. Mit csinál? Ne nyúljon hozzá! Segítek összeszedni, ne nyúljon hozzá! Tegye le! De miért? Hát tegye le! Ne nyúljon hozzá! Be kell tenni a táskába! Jó, nem fogom meg, hát maguk biztos betegek! Mi vagyunk betegek! Ne nyúljon hozzá!
Csokoló, ez nem magáé? Kék álom, rá van. Ne jöjjön közelebb. Most tudja, hogy kivel szórakozzon. Oda adjam, ne hagyjam, mit csinálja. Te ne fogom meg, vigyel, az a magáé. Komolyan? Igen. Igen. Kérem, tegyék le. Kérem mindenki, akinek van valami, tegye le. Nem tudom megmondani, hogy miért, de ne segítsenek. Segítség! Valahonnan jön rám a piszok, érzem. Kossz itt minden. Kossz! Hát úgy lehet, hogy én kossz is a pálya út van. Sperom, kossz magamok, amire lehet ezeket fertőtlenítni. El fogom kapni. Rám ragom. Rám hozza a húzat. Haló? Tíme, letelt az 5 perc. Igen, kislányom, az életben szenvedni kell. Igen. Drága kicsi csillagom, de drága, nem, hát ez túlzás. De nem túlzás. Drága kicsi csillagom, nyilván furcsálod, hogy így szólok hozzád, de mindennél fontosabb, hogy most pontosan fogalmazzak, szeretlek. Kimondom. És tudom, hogy te is szeretsz. Mi... Foglalt... Én tudom, hogy nem könnyű veled. Én tudom, hogy nem könnyű velem. De mi megfogadtuk, hogy jóban, rosszban. És én komolyan gondoltam, a rosszat is. Nem azért vagyunk együtt, mert jó. Hú, ez hülyeség. Mi nem elsősorban azért vagyunk együtt, mert jó, hanem mert szeretjük egymást, és szövetségesek vagyunk. Te most nagyon nagy butaságot csinálsz, és attól félek, hogy én is nagyon nagy butaságot fogok csinálni, mert véletlenül megfojtalak, mert nem bírom Foglalt! Még mindig? Engedjen már az Isten szerelmére! Halkabban! Foglalt! A szar foglalt! Issza ki! Nem nyithatom ki! Miért? Nem tartozik magára! Tudja mit, nem is érdekel, engedjem el, sürgős! De akkor használja, ott van a másik! Bezárt a kalauz! Hát ez hihetetlen! Engedjem már be! Magára töröm, ide figyelj, én 3-ig számolok, de aztán magára töröm, maga téríti! 1, 2... Az! Na, elment. Nem mentem el, de jön a kalauz, majd a számol magára! Ott kívánok, jegyeket kérném. Ott van bent, nem nyitja ki. Ki? Hát aki bent van, és nem nyitja ki. A jegyét. A kabátomban van a jegyem. A kabátomban van. Kérem uram, a helyére mindjárt ellenőrzöm. Ne haragudjál, bent van, és nem nyitja ki. Kérem uram, fáradjon a helyére uram, mindjárt ellenőrzöm. Nem látja, hogy sürgős dolgom van, uram. Köszönöm! Köszönöm! Haló? Tessék? A vezető jegyellenőr helyettese vagyok. Nyissa ki! Nem nyithatunk ki, kérem. Látnom kell a jegyét. Van jegyem. Na, azt akarom én megnézni. Kinyújthatom? Mondja, egyedül van bent? Mert van, hogy a vasút vagyonát útközben hát elég... dolgokra használják. Egyedül vagyok bent. És rendeltetésszerűen használja a toalettet? Nézze, én elég rosszul hazudok, úgyhogy megmondom magának úgy, ahogy van, hogy nem rendeltetésszerűen használom. Nem rendeltetésszerűen. Nagyon felszólítom, hogy nyissa ki. Figyelmeztetem! Van mesterkulcsom. Én ide bújtam! Ne nyissa ki, kérem! De azt nekem nem mondhatja meg! Kérem... A kezem! Jó. Engedj el! A szabályzat... Ne rángassa már! Figyelmeztetem, hogy hívni fogom az ellenőrt Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Uram, a következő állomáson le fogjuk szállítani! Ne! Kérem, ne szállítson le! Maga nem tudja, milyen nehéz ez nekem! Nekem könyvesboltom van! Nekem a szép régi könyv a szenvedélyem! Én nem szoktam vasúti vécékbe zárkózni!
kérem, én most szereztem meg a világ legszebb vasútvonalainak 1922-es első angol kiadását hibátlan állapotban. Kérem, tudja mit, én kinyújtom a jegyemet, de én a feleségem elől bújtam ide, mert nem szabad, hogy meglásson. Kérem, 2 órája jön a vonat, és én 2 órája gubbasztok itt ebben a WC-ben, és majd megdöglök a bűztől. Nézze, jó? Én tisztelem a vasutat! Csalnak! Mi? Megcsalnak, gyerekem, ott van-e a tenyeredbe? De ki maga? Hát az Isabella. S hol a jegyem? Kivitte a húzót. A jegyem! Adja ide a kezit, fiatalember! Izom majd megmondja a jövőjét. Jaj, lelkem, jaj! Hát látom én, látom. Hát hogy mondjam magának? Mit lát? Mondjam csak már. Annyit mondok maga, keres valakit, aki fontos magának. Nagy utazás látok, nagy változásba vivő utazás. De milyen változás? Nagy, nagyon nagy. Idegent látok. Egy férfit? Mozog ez a vonat, a rák szaggassa le a kerékét. Hát nem látom rendesen a tenyerét, fiatal ember. Adjon egy 5000-est, abból majd megmondom. Mi? Milyen 5000-est? Ne nézzen engem hülyének, hagyjon engem békén! Igazsága van, maga nem hülye! Csak 2 órája guggol a budin! Várjon csak! Várjon! Jöjjön már vissza! Na, tényleg tud jósolni? Adja ide! Ha fiatal férfit látok, nem férfit, gyereket, meg egy asszonyt látok, ha fia fog születni! Kinek? A feleségemnek? Nekünk nincs is gyerekünk, 20 éve vagyunk házasok. Maga ettől nem alszik, hát ez nyomassza magát, fiatal ember. Engem? Adjon egy 5000-es, megmondom, az asszony nyomassza. Hagyja meg a békén már az 5000-es. Jó, akkor vissza a jegyemet azon. A büfékocsiban még ellenőriz. Ellenőrz hívul, én rám. Hát itt a jegyem, lássa, megvettem. Hát mit gondol? Én egyemet gyalúsítol, én egyemet! Ennek meg kinyitott? Ne, hazudik! Dehogy is voltunk ketten, hát nézzem már rá! Mi bajod van? Az én jegyem! A szemek, fújj! Nem büntet ezért még tégedet a jó Isten! Áll! Megáll, ott marad! Klaus úr, az az én jegyem, hazudik! Éppen oda akartam magának adni, amikor idejött és elkezdett nekem jósolni. Jósolni? Jósolni tilos! Mérges vagyok, mert szerelmes vagy, mi? Barna asszony, mi? Mi? Na mondom, nagyjad ide! Ez egy szélhámos! Hát mondom, barna asszony! Bámulod egész nap, de nem mered! Nem mered, mert félsz! De ő szeret, mi? Ne higgyen neki! Maga a vezető kalauz! Helyettes, de ő szeret? Hát nagyon mozog ez a vonat, nem látom rendesen! Tudok 5000-esből is jósolni, mert abban is benne van, mert a szíved fölött hordod. Mindjárt a büntetésben is benne lesz. A minta most egy kicsit nem rázna. Mondom, barna asszony. Neve, ha? Lökötömöves... Zsófi! Zsófi! Csak hagyja végig mondani. Zsófi, szép asszony, szelíd asszony, boldogságot látok. A jó Isten kiáltja meg, ezre se sincsen. Jó van, ne rám legyél ingerült. Ha megmondom, itt van, ez a Zsuzsa szere. Zsófi! Na ugye, csak tudatni kell vele, hogy te is, ez az asszony egy jelre vár. Jelre vár? Lássa, itt az életvonal, az így ketté felágazik. Azért... Én már egyszer elváltam. Na ugye, másodszor nem fog. Talált egy asszony, csak jelet kell adni. Gyereket is látok, jó itt galambot, papot, lagzik. Hát akkor sok boldogságot, gyerekeim. És akkor nem szabad büntetni, az Isten áldjon meg, hát elviszi a szerencsédet. Zsófika. Zsófika, adok én neked jelet. És akkor megfordultam, és úgy lerúgtam az ágyról azt a szemétládát, hogy repült, mint a Skyjet, ordított, azt mondja, te tiszta hülye vagy, mit szórakozol velem, mindenki így csinálja egyet ide, egyet oda, én visítottam a röhögést, mondom, miről beszélsz, nekem semmi bajom az anális szexel. Kozmóban olvastam, hogy ez hozzátartozik a szexuális műveltséghez, és hogy az orális szexet is meg kell tanulni élvezni, mert annak is megvan a maga technikája. Hogy is, hogy föntről le, aztán oda-vissza, és körbe spirálisan. Hm? Hm? Köszönöm.
És olvastam még egy szépet a Glamourban. Azt írja, hogy minden szabad, ha mindkét fél akarja, pláne szerelemből. Azért ez szép, nem? De mi most kifélünk először, érted? Erre azt mondja, hogy nem először bazd meg, hanem utoljára. Hogy ki vagyok rúgban, erre megint csak felrögtem, mert előző este meg a nagyfőnökkel voltam együtt is szexuálisan. Hát 3 napos volt a csapatépítő tréning. Nekem nincsenek ilyen kalandjaim. Soha nem is voltak, régen sem. Engem mindig elkerültek az ilyen... viharok. Jézusom, semmi kalan. Nem, semmi. Akarsz egy újságot? Én szeretem a férjemet, már vagy 20 éve. Jézusom, és nem unalmas. Halló, csűnéz már, basszus, ott a Vandám! Apa! Apukám, na mi van? Az Isten áldjon! Na, nem tudom, mi volt? Mi van veled? Mi volt? Apa. Igazgató lettem! Na, de mi volt, mondjad már! Elmentünk a bankba. Milyen bankba? Hát, oda téged besengednének. Oda vitt az ügyvédnél, leültetett, azt mondta, hogy én csak üljek, ő meg intézkedik. Én csak ott ültem, ő meg intézkedik. Aztán azt mondták, írjak alá. Én elkezdtem aláírni, és a végén nekem adták a tollat. Na, igyatok, nektek hoztam. Te ne igyál, ne összehokádod magad. Nem. Nehogy azt higgye már, hogy tényleg igazgató. Hozzátok ide. Mi? Ne nyúljanak. Hozzátok ide. Ne nyúljanak hozzám, engem ne piszkáljanak, én nem akarok verekedni. Én nem akarok verekedni. Én nem akarok verekedni. Maga ne piszkáljon engem, nem akarom megütni magát, mert akkor elszorom a karmába! Ne piszkáljanak! Engem ne piszkáljanak! Ne nyúljanak hozzám! Nem akarom elszorni a karmámat! Én benne vagyok ebben a lélekvándorlásban, és én újjá fogok születni. Érti? Ezért nem szabad elszorni a karmámat. Ezért nem szabad olyasmit csinálni, ami tolvajverekedés meg hazudozás, meg ilyenek. Várj be, Dezső bátyám, figyelj be! Hogyha én mondjuk nem lopok, hanem ha valamit valahol látok, ami senkié, ami már félig megvan éve vagy éva, mit tudom én, azt elhozom, ha már nem eszi meg, mert nem iszza meg senki sem. Most akkor az lopás vagy nem lopás? Konkrétan nem lopás, nem? Azt én nem tudom. Annyira, de én egyiket se csinálok. De én majd újjászületek, és akkor visszajövök, majd akkor magának hozok 100-asat magának, meg rukkót se, mert maga itt fog elrohadni, mert elszarta a karmáját. Gyere ide! Gyere ide, kurva anyád! Ne! Jó. Térdre! Térdre! Papír! Igazi papír! Sedíció! Hajók, meg áru, arra kell az igazgató. Apa, kenyeret sem! Nem, apa, bazd meg! Spedíció, magyar hajózási, libériai vegyes szállítmány. Na ne, én megyek innen. Hogyha engem kérdez a rendőr, én nem fogok hazudni. Hoxfiles bagoly! Igazgató vagyok, kinyalhatja a rendőr. De ember, átverték. Dehogy vertek? És ez? És ez? Ha akarom, még kapok. Telefon! Te ember, el fogják kapni. Le fogják sételni. Fogadsz, mi? Adjam a Dezső bácsi, csak az irítség miatt van. Megvették egy kanna boré, meg egy szaros telefoné. Hozzátok ide. Ugatsz, mi? Istennek hatalmas tervei vannak veletek! De sok-sok jajra találtam, megfáradtak az emberek, de kínak és nem korul le.
Uram, taníts meg szeretni, szívemből mindent kivetni. Legyen harag vagy neheztem is, hadd tudjak jobban szeretni. Széjjel jártam a világban, de sok-sok jajra találtam. Húzzal járnak az emberek, mert hiányzik a szeretet. Uram, taníts meg szeretni, szívemből mindent kivetni. Legyen harag vagy neheztelés, azt tudjak jobban szeretni. Mindenkinek van valami rejtett képessége. Van, aki mocskos, hogy gyorsan számol fejben. Van egy haverom, az fejben oszt. Aki emlékezetből rajzol rajzfilmeket. Na, most én egyik se vagyok, viszont én egy csajnál telefonból megmondom, ha jó a láb. Úgy megmondom, hogy sose láttam, csak egyszer hallottam beszélni. Na, az van, hogy felhívtam Zsolász haveromat, a nője vette fel, és én éreztem, hogy olyan lába van, hogy meglátod, kisüt a nap. Nekem a haverom nője tabuba kellett, tudod? Na jó, egészen addig, amíg nincs ilyen lába. Hát történt, ami történt. Konkrétan kétszer történt. Dumálunk az ágyban, valamit mondtam, mit tudom én. Mert felpattan, elindul. Ez hülye? Ez backup vagy mi? Mondom nyomás utána. Az a láb. Öcsém, az a láb. Mindig 20 éves csajom volt. 15 évesen is, meg most is. Na bevált évjárat. Mint a bonyolult borok, amiket az apám viszik. 20? Ja, 20. Épp a 9. 20 éves sajommal voltam egy buliba, és azon rögtünk, hogy az egyik 12-es kirúgták, mert lefeküdt a német tanárnővel. Ezt már végigvettük az egész tanári kartot, hogy kivel milyen lenne, és amikor Rágotához értünk nekem felállt. Ciki? Nem ciki. Bocs, ne haragudj, mert tudnám mondani, hogy mennyi az idő? Persze, nézd maga nagyon rá. Csak aztán az a baj, hogy bármikor, amikor rágondoltam, felállt. Pedig öreg, van vagy 40? 40. 40. De a test az nagyon jó lehet. Apámnak vannak a garázsban régi francia újságjai, fekete-fehér ősszex, varrott beltartó, nagyon gáz, de egy kicsit ágatás. Egy kicsit retro. De a retro. De nagyon nagy szex. Na szóval, papa, mennem kell. Hello. 20. 40. Párizs. Nagyon nagy szex. Gyorsvonat érkezik a 11-es vágányra a Miskolcállomásról. A vágány mellett kérjük vigyázni. Na jó, most le kell tennem, majd később dumálunk, csá! Bántottalak meg, ugye? Én azt hittem, hogy velem ez nem történhet meg. Hová megyünk? Hát, tényleg, én akkor esetleg azt gondoltam, hogy felmehetnénk hozzá. Jó. Innom kell valamit, egy koktélt. Koktélt? Igen. Tudsz egy jó helyet? Biztos tudsz egy jó helyet. Persze tudok. Menj. Aztán majd sétálhatunk. Sétálhatunk is. Remelő kezem és jéghideg. Már felmelegítem. Zenés hely legyen, már nagyon régen táncoltam. Majd nálam. Én azt teszek be, amit szeretnél. Ó, tanárna. Ágata. Ágata.
táncolunk majd, jó? Hát egyszer biztos, csak az az igazság, hogy én rájárok olyan két órát, és nekem el kellene menni. Zsoltika, én ma nagyon, olyan nagyon különösen vagyok boldog. Nagyon jó, én is csak az az igazság, hogy én rájárok két órát. Most már csak másfélet, és aztán nekem... Annyiszor másfél óránk lesz még. Igen, csak nekem most van másfél órám, szóval hogyha gondolod. Zsoltika, mit akarsz te tőlem? Gyere fel hozzá. Fel hozzád. Fel... hozzád. És aztán... Már nagyon régen, szóval már évek óta mindig szerettem nézni, hogy ki jössz a tatári ajtaján, meg imádtam nézni, hogy a táblára jössz. Én is néztelek mindig. Tényleg? Mindig. Na mi van, megvolt a pengesszáj? A kurva életben. Látom, hogy mi van, csak azt szeretném tudni, most előtte vagytok, vagy utána. Mit mond? Hétszíves, menj most innen a picsába, jó? Hétszíves, tűnj már innen el. Csak azt kérdeztem, megvoltál-e neki? Igen, meg kéne ezt beszélnünk, jó? Beszéljük meg, ketten beszéljük meg veled, ketten meg veled, és ketten nem. Beszélnek. Kérlek, beszéljük ezt át. Nem. Kérlek, álgozom. Szokottál, mi van, mert nem tengesz. Menj már innen. Miért? Mi nem volt meg? Tessék! Mit mondtál? Hogy meg-e volt-e a pengesszáj? Mi nem mondta? Pedig mindenki tudja. Lesz ma pengesszáj, neked is bevágta az egyes nap pengesszáj. Ez ki? Csaja vagyok, Tóthné osztályába jártam. Te vagy a barát. Igen, már csak a korom miatt is. Adri, most kurva vagy, ha el tudnál innen húzni a büdös francba. Ki mondta neked, hogy ide gyere? A Gabesz. Azt mondta, hogy jöjjek ide, mert itt találkozó pengesszáj, és nem szeretné átvennéd a fogadással. Ide figyelj, Zsuzsuk. Hogy tudsz pont vele? Tavaly még szemétkedett veled, most meg rágerjed. Kurva anyját a Gabesszal. Mikor beszéltél te a Gabesszal, mi? Amikor lefeküdtem vele. Te fogadásból akartál. Igen, de nem úgy gondoltam. Mit, ha lefeküdtél a Gabesszal, hülye vagy? Álgottam mindig ilyen későn kapcsolat. Neked juhászni! Kérlek szépen, beszéljük át ez egy kicsit. Kérlek, mi? Beszéljük át. Mi? Nem is értem magam. Te tudod, mi mentem keresztül? Tudod, milyen az, amikor az ember nem alszik egy hétig, amikor minden nap eldöntöd, hogy nem mész oda, és mégis oda mész. Megyek Siófokra. Megyek, átszállok. Siófokra. Szóval fogadásból. Igen, de nem úgy gondoltam. Akkor hogy? Hogy a fenébe gondoltad? Hogy idejövök, és aztán lehet röhögni? Tetszett. Most már mindegy. Mi tetszik rajtad? Hány éves? Kérlek, beszéljük át ezt egy kicsit. Takarodj haza! Na, és küldje be a szüleidre! Fogd a szádat, te kurva! Te! Mit csinál? Zsuzsikám, ez nagyon komoly! Kerekedek, érted a nőt, felteszem a netre! Ne fényképezz! Te mit csinálsz? Ne fényképezz! Mit csinálsz? Nézd, melyek kocsosan tényleg nagyon dögös! Mi a kurva anyák lesz mindjárt dögös? Mi a fasz kavasz bele? Mit kapsz? Gabesz, akivel fogadod! Miért csinálod neki? Te elmondtad neki, te szemét, mi? Ráadásul lefeküdtél a csajommal! Mi? Adri, ez fáj! Hagyjál már végig! Én már innen a picsába! Ez az enyém is, nem? De nem az Adri, baszd meg! Nem az Adri! Ne verd a pasimát! Fogadjál már nektek! Pussolj egy kicsit! Nehogy már nem tudtad, mit akar! Menj innen! Akartad, azt te is fogd be! El fogom mondani! Fogd be! El fogom mondani mindenkinek, hogy a pengesszájat meg lehet tudni! Sajjál már! Szemény, menj innen! És akkor lefősz az iskolából! Ágota! Mondjuk a nyugdíjban úgy sincs a kárdra! Ágota! De hogy kerülsz ide? Utánad jöttem. Ezek ki? Adri vagyok, az ő csaja. Pusolját! Te mit csinálsz itt, Ágota? Beregsz? Én most szálltam le a vonatra, rám támadtak. Nem igaz. Néztem. Néztelek, egy vonattal jöttünk. Ez a fiú a szerető? Nem. Miért nem mondtad, hogy jössz?
mert tudni akartam, hogy hova jársz. Te ehhez jársz? Nem. Ágata, én 2 órát gubbasztottam a vonat WC-jében, és most nagyon nem szeretném, hogyha hülyét csinálnál belőle. Igazából a tanárnő hozzám jött korrepetálni, mert hogy fel, igen, segíteni fog nekem fizikából. Igen, azt látom. Megcsaltál? Nem. Soha. Csak korán jöttem, ugye? Nem. Korán jöttem, különben elmentetek volna. Tényleg nem. Nem kérdeztelek, a feleségemmel akarok beszélni. Bocsánat. Nem fogok bocsánatot kérni, az biztos. Bocsánat, viszont látos. Gyere már! Lesz, hallod? Ne legyél hülye, dumáljuk le! Azt érzi az ember, hogyha megcsalják. Tudom, de néha rosszul érzi. Nem csaltalak meg, és nem is foglak. Én annyit gondolkoztam. De nem tudom, hogy mit csináljak. El akarok menni. Kávé. Én már mindent kikucolok, mire ezek begyönnek, most ezeknek kell kávé. Hát így te nekem amúgy nem is kéne takarítni. Én nekem csak fönn az irodába. De itt ezt nem seprem, mert felhordják. Csikket, mocskot. Na, a rohadt sok csikje. Na, ezzel van a legtöbb bajom. Na, nézze, na, eldobják, eltapossák, akkor lesz ilyen kis csesznye, lapos. A filterből meg kigyön a vatta, vagy mikor, az megint elázik, szétszalad mindenhova. A csikből meg a dohány, az is elázik. Rálépnek, eltapossák, tiszta barna ettől minden, mint a idehúgyoztak volna, alig lehet fölszedni. Már amit föl lehet szedni, mert amit bedobnak a sinek közé, na, az ott marad, én nem megyek be. Volt itt egy asszony, egyszer az bement. Embóliája is lett, tisztára végig, mind a két kezé. Na, nem a vonattól, a sintől, én nem megyek be. Én nekem nem kell embólia. Örömet kérem, de gyorsan! Az automata elnyerte a kártyát. Jó van, már megnégyen. Zsuzsa! 1 hete nem ittam, úgyhogy adja már gyorsan. Készpénze sincs? Ezt mondom, nem kaptam meg a fizetésemet, nincs pénzem. Akkor sör sincsen. Hitelalma, ki van írva, nem látja?
Nekem nincs hitelem, nekem. Senkinek. Ha majd holnap behozom. Akkor így jó holnap. Majd ne olcsom már, Júlia. Tudja, hogy fizetnék, de nem tudok hozzájutni a pénzemhez. Valami hiba, a szoftver, vagy mi az Isten? Hello. Azt mondta az a dagadt kurva bankba, hogy benne vagyok a hiba százalékban. Csokolom, Júlia. Jaj, jó cikám, ne háborodjál, ne háborodjál. Most hazamegyek. Hazamegyek, az holnap. Ugyan már kislányok. Hülye vagyok már, dehogy kislányok. Mit beszélek? Kész hölgyek. Hallod? Hány évesek is vagytok? Én 17. Én is. Eszem. Mi jó, 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 nyugi. Utánpótlás. Tudjátok, ez a kedvenc korosztályom. Mi van? Mi van? Tombolnak a hormonok. Jön a serdülőkori depresszió, tudjátok? Nagy a mellem, kicsi a mellem. Jaj. Hallod? Megnézem, hogy jól tapadnak a mellizmok, jó? Mi? Ne aggódjál, mi van? Mit aggódsz? Értek hozzá. Mellszűrésnek hívják, nem? Jaj. Na, hallod, mutasd már. Mi van, csiklandós vagy? Mi van? Jó, nyugi. Hoppá. Negatív. Másikat, gyere. Másikat. Jól van, ez is. Jó napot! Hallod? Téged nem is kell. Szokásosat tessék taperulni. Igen, szokásosat. Ma hova tetszik utazni? Praha! Ó, a szép város. Szép város, azt tetszik mondani? Ódon. Akkor inkább holnap. Gyertek, gyakoroljuk, dobbant, ugrik, gyakoroljuk már egy kicsit, mert még mindig nem megy, jó, mutasd, dobbant, ugrik, kezeddel lendítsél, azaz, kezeddel még egy, lendítsél, ez az, jó, nyúlik, Norbi, írjál már magaddal, jön a labdalányok, föláll a sán, kettő vodkát hozom már is, mindenkinek igen, csak nekem nem, elég türelmes voltam! Zsuzsa, hívd a rendészeket, a Piedónét keresd. Aztán bepisíltem. Most a gyönyesért, vagy szétrugom ezt az egész világot! Ki fogja fizetni a pultomat, a poharakat, mindent? Igen, de csak holnap. Most adjon egy sört, meg egy unikumot! Bocsánat, kérek. Én nem kaptam meg a vodkát. Persze, ha találok egy épp poharat. A fenébe. Piedona azt mondja, csak akkor jön, ha a vér is folyik. Mondd, hogy folyik. Anyagi kár jelentős. Hallod, marad még benne? Mi van? Nem. Kell még pisilni? Gyere, kipisillek. Nem tudom, mert én is jövök. Te maradj itt, jó? Foglad az asztalt. Jézus. Tudod, ez a keleti. Kicsi lány, nagyon veszély. Hát, nem lehet. Gyere már. Jó, nem lehet. Reggel az a szokás, csak azt lehet itt fogyasztani, amit itt rendel. De ő már nem fogyaszt, ez enyém férj. Meg van hálva. Aha, értem. Jó. Tedje le! Ne nyúljon hozzá! Na, ugye mégiscsak ittam. Kettő volt. Mindenki bekaphatja! Te is, íróskám, te is! Kettő vodka kérek. Bocsánat, madám, honnan tetszett jönni? Bratsk, messze, Szibéria. És a szép? Nem szép, inkább csúnya. Akkor inkább Praha. Itt a két vodka. Bocsánat, a néninek tényleg a férjének tetszik a termoszba lenni? Porrá neki! Elégetve! Megnézhetem! De nem lehet halottakat hozni porralakba se. De nekem van engedély egész Európai Unió. A férjem kívánsága volt a szülőháza. Itt várom a temetési emberek. De gáz! Julika! Igen? Csinálna nekem egy kávét? Hogyne! Na, elment! Elarulhat szemét. Na, Piedona azt mondta, tartsuk itt, míg valakit elintéz az aluljáróban. A kupa. Ki fogja fizetni a pultomat, a poharakat, mindent? Na. Ne haragudjon, nem vagyok én ilyen. Én egész életemben nem voltam ilyen. Csak most összegyűlt, amit eddig nyertem. Dolgozok egész héten, mint a tökettel hálat. A fizetésem meg nem jön meg.
Na, hagyja engem a lelkével, én is hagyom a magaméval. Ki fogja fizetni a káromat, azt jó napot? Nem érti, hát nem érti! Én azt akarom, hogy adjon egy sört, és én ki tudjam fizetni. Azt akarom, hogy adják kezembe a pénzt, amiért megdolgoztam. Ne a bankba küldjék! És amikor oda megyek, szóba se állnak velem. Azt mondják, telefonáljak ekkor meg akkor. Egy hete fülemre ragadt a telefon. Én már annyi rögzítővel beszéltem. Annyi négy évszakot hallgattam meg, hogy csak akkor na. Akkor miért nem a bankpultját verte szét? Mert maga nem adott sört, azért. Adjon neki, angyalom, egy sört, én fizetem. Maga tudja. Tudom én. Azt akarom. Bejövök, ledolgozom, ami kell. Kapjam meg a pénzemet, azt annyi. Ha maga megengedi, én is meghívom egy sörre. Ne, hát hova jut a világ? Hova? Ha, jó van, de sírjon már, tudja. Tudja, én egész életemben arra gyűjtöttem, hogyha majd nyugdíjas leszek, elviszem a feleségemet a világ legszebb helyére. Aztán a feleségem meghalt, és nem látta a pálmafákat. Imádkozni kell halottakért, és nem elfeledkezni élőket. Igen. Én vagyok a halott. Én. Hé, hey, barátnőmet hol hagyta? Ugyan, mert magára zárta az ajtót, butaliba sem érzik a röplabdához. Tényleg, azért én megnézném. Adjad már, az alkalmasság innen menne át. Gyere ja. Ide. Gyere. Ide figyelj, alázat és tisztelet, erre tanít a sport, érted? Engedelmeskedni kell az edzőnek, mert ő jutott a csúcsra. Üljél le. Csokiro piszínes itt a... Csokoládé vanília! Szép jó napot! Na mi van, Harkály? Nem kerek a kerék? Kerek az csak repet. Ez meg, hogy miért sőt lavagonról. Mi ez? Tudja, tököm, de van belőle még. Ügyes ember mindig talál valamit. Hát én mit lopjak el, a kereke? Mi? Kerek? Megdugott? Mi? Megdugott legalább? Áh, ez csak az ujjában nyúlkált, tisztára impotens. Hazusz. De megdugott! Nem. Azt akarom, hogy engem is tudjon meg, és ha most hazamész, akkor nem vagy a barát. Menjünk haza, Itza! Ha én egyszer oda csapom a kalapácsot, azt hallom, hogy ping, akkor elmegy a vonat. De azt hallom, hogy peng, akkor marad. Nálam nincs hiba százalék. Ha én félrehallok valamit, az tömegszerencsétlenség. Nélkülem megáll a vasút. Ja, az kéne. Sztrájkoljon mindenki. Az ja. Utasok is. Igen. Ja. Én is. Maga se nem utas, se nem vasutas. Abból nem is sztrájk lenne, hanem forradalom. Hát, és hogy én ezentúl mindig csak azt hallanám, hogy peng, amíg el nem megy a vonat. Egészségünkre! Ki menné elindítani a vonatokat? Ha mondd meg nekik, egy nap alatt összedőlne minden. Na, az bátor lenne! Mondd meg nekik, azt meglátjuk. Én bemondom a hangosban. Ha mondd be, na, mondd be! Mondjad befele, mondd! Mondjad be! Mondjad be! Mióta élek, mindig ez van, érted? Ígérgettek, aztán leszavazunk, aztán ott hagynak, nem? Mindig a nadrágszíjat húzunk, nem? Ez az, ne a nadrágszíja! Mondjad be! Ajaj, így annak inkább! Hát az diktáljon, aki melózik. Ne az igazgató, a kereskedő, meg a bankigazgató, meg a multi, Gratulálok, föltalálták a szocializmus. Ugyan már! Tessék, itt van. Én bemondom! Velünk ezt nem lehet csinálni. De nem lehet! Mondjad be! Mondjad be, hallom! Azt mondom, hogy nem lehet! Legyünk mi is! Csak ezt a kis sört még megisszuk. Úgy sem mondja be. Gyere csak ide! Gyere! Ide a térdemre, hogy megérezd a ritmust, jó? Gyere már! Úgy sem mondja be. Ez az. Dehogy mondja be. Ide se sört, tessék. Ez a dobantuglika, hogy tanítottam rajta. Húzza már a picsába, nem látod, hogy koncentrálok, mi? És na, velem mi lesz? Tudom, neked száraz edzés, kus legyen. Ez az. Egy, két, há, rajta. Norbi, bírjál már magaddal. Julián, mi? Nagyon vagyok a féklakatos. Azt akarom, hogy adják ide, amilyen megdolgoztam. Adják ide a pénzemet. Szülye! Szerekbe mondja! Jöjjön le! Mászom vissza! Ember nem hallja, mit csinál? Jöjjön már! Ott van fenn, nézd oda! Jöjjön le! Hallja! Ezeknek kurvára mindegy, hogy ping vagy peng! Adják ide a pénzemet, különben leugrok! Jöjjön le! Elegem van! Nekem is! Mit akar?
A pénzemet akarom! Milyen pénz? Ne csinálja a balét, gyöjjön le! Persze, hogy lefogjanak, mi? Lefogjuk le, másszon már vissza! Ha közelebb jönnek, leugrok! Nem, csak az egyik felét tudjuk fogni, úgyhogy majd próbáljon meg odaugorni, jó? Mi az, hogy tűzolt a sztrájk? Ha maguknak nem lehet sztrájkolni! Én is azért vagyok itt, nem kaptam meg a fizetésemet! Ha na látja, ha maga is inkább sztrájkolna, most meg akarja magát ölni ezeknek? Mi az, hogy tűzolt a sztrájk? Ha maguknak nem lehet sztrájkolni! Várjálok már meg! Várjunk már! Várj! Nem olyan könnyű az! Na jó, akkor számolok! Egy! Várj, kamerás Bobi! Várj! Jó van, nem már! Kettő! Hol a beteg? Három! A negyedik tartalékkulatás vezetője hívja fel a felső forgalmi irodát. Hány fok van itt? Egyáltalán fűtenek ezek? Nem tudom, de nem melegedni jöttünk. Te lesz valami banzáj, vagy mi? Lesz, de azért még fűtetjenek, nem? Ha nem mondták, hogy ki jön? Nyilván valami fejes, nem? Hű, mennyi eszed van neked, Zolika? Á, mindenit! Mi van? Fésiködj! Hát, ha pofára megy. Mi megy pofára? A boríték az. De várjál, most akkor az nem mindig pofára megy? Nem a csókosok kapják, mi, Zolika? Mi van? Hiába. Ha valakinek a főnök a havera, jó, yeah! Ja, csak összejárni. Nem járunk össze, csak véletlenül találkoztunk a izéba. És? Villanyt is véletlenül szereltél neki? A izéba? Nem, hogy engednének haza. Miért otthon olyan jó? Ennél csak jó. Megint el fogok késni az obodából. Mindig az én gyerekem marad utoljára. Hány éve vagy itt, Zsófikám? Három. Na, gyerek vagy te még, én már 8 éve itt vagyok. Az én uram pont 8 évet volt a vagoni javítóban. Egyik napról a másikra azt mondták neki, hogy mehet haza. Jaj, remélem, hogy nekem nem mondják. Nem is mondják, csak írják, jön az ajánló. Öreg, meglátod, Fabó megint kap valamit. Na, és biztos, hogy pénzt osztanak? Én is úgy tudom. Halljátok, gyerekek! A Fabónét azt becsárják! Az anyus! Megyek ide! Kám, Zotya! Zotya! Szia! Emeket a picsába, jó? Zolika, ki mondta, hogy pénzt adnak? Hallod, szerencsés fickó vagy te, Zolika. Lehet rólam lefelé szállni! Ki jön ma ide? Valami főfikusz. Férfi? Már nagyon pödrö. De mit akar ezt tőlünk? Nem hallottad? Vasút szépen választás lesz. Először egyenruhába kell felvonulni, aztán bikiniben, aztán meg anélkül. Ne hülyeskedj! Minden mit akar? Szépen elrifüggi, mi pedig szépen végighallgatjuk, aztán szépen mindenki mehet haza a dolgára.
Livia. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, vasutasok határon innen és túl. Az Európai Uniós elvárások mentén, ám az ezer éves tradicionális elvárásokat sem szem előtt tévesztve, ugyanakkor jól artikulált, konkrét válaszokat adva a 21. század kérdéseire, a globális restrikciós tendenciák ellenére is hatékonyan, sikerorientáltan és versenyképesen zakatol, dübörög a magyar vasút. Az új Magyarország robogó vonata azonban még mindig nem futott ki az alagútból. El fogjuk veszíteni történelmi előnyünket, hogyha nem fokozzuk a felzárkózás sebességét. Barátaim, nem állhatunk meg minden körtefánál, mert leszakadunk. Nem ülhetünk öbetett kézzel a babérjainkon, mert kihúzzák őket alólunk. A jövőhöz csatlakozni kell. És hogy lenne késük ezt a csatlakozást reformokra, gyökeres funkcióváltásra és értéktudatos projekt gondolkodásra van szükség. Határozottan és élesen visszautasítom azokat az ellenzéki sajtórágalmakat, melyek szerint döntés született volna a keleti pályaudvar egyoldalú bezárásáról. Ez kérem szépen nem igaz, ez hazugság. Kizárólag és csak is arról van szó, hogy a vonatok a mai naptól kezdve nem ezen a környezetvédelmi szempontból kifejezetten aggályos, mára már védetté nyilvánított területen állnak meg. Eme régi, elavult és évtizedek óta alulfinanszírozott vasúti matuzsálam helyett alternatív megoldásként a szomszédos Péccel, Ócsa, Kistarcsa és Csömör hasonló, ám a legmodernebb technikai eszközökkel felszerelt állomásainak az igénybe vételét javasoljuk az utazni vágyóknak. Egy gyönyörű ipari műemléképületben nemzeti multikulturális és konferencia központ létrehozását tervezzük, a hozzá tartozó ingatlan területeket pedig egy nagy volumenű beruházás keretében rehabilitáljuk, a környék jobbára előregedett, relatív szegénységben és számos hátrányban élő lakossága számára esélyegyenlőséget teremtve. Az átalakított csarnok lehetőséget nyújthat majd népszerű pop és rock koncertek megtartására. A befüvesített vágányokon pedig kirakodóvásár, szabadtéri táncház, valamint régi erdélyi mesterségek bemutatója várja majd az érdeklődőket. Hölgyeim és uraim! Kedves barátaim, vasutasok határon innen és túl. Fuldoklik a főváros. Tegyünk végre valamit egy élhetőbb, szolidárisabb, a Szent Istváni országeszményt és a közjó érdekeit szem előtt tartó új Magyarország megteremtéséért. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm. Viszontlátásra. Most akkor bezárják, vagy mi? Te hallottál valamit, Fabu? Te tudtad? Nekem nem szólt senki. Ne haragudjon, maga érti ezt? Én semmit nem értek. Szerinted ez most azt jelenti, hogy bezárják? Én úgy értettem. De van, csak akkor azt mondta, mi? Hogy... Hát, hogy... De hol nem biztos. Rosszul vagy? Én úgy értettem, hogy ennek itt vége. Akkor minek van vége? Mit mond? Azt kérdezte, hogy minek van vége? Figyelem, figyelem. A keleti pályaudvar 13-as vágányáról különleges szerelvény indult. Télállomás nincs. A vonat vasútállomásokon és megállóhelyeken nem áll meg. A vonat mindenkit elvisz innen, aki eléri. Az utolsó vonat, amivel elmehet, akinek ebből elég. A szerelvényre jegyváltása nem kötelező, de el kell érni. A vonat a menetrendben nem szerepel. Figyelem, figyelem! Az utazás a bizonytalanban. 2 perc múlva kezdődik.
utolsó szerelvény Budapest-keleti pályaudvarról elment. Kérjük kedves utasaikat, hogy haladéktalanul hagyják el a pályaudvar területét. Figyelem, figyelem! Ez a vonat elment. A menetrendben nem szereplő szerelvény elhagyta a pályaudvart. Akik itt maradtak, hát szeressenek és bírják ki valahogy. Szeressenek, és bírják ki valamit.